Egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem láta már, úgy megvénült azóta, ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még. Előítéletét az évek nem szünteték. A csak hitvány egy élet, az a komédia! Fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer, mint Hánz bukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam, egy bordalom neki is nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti de ő nem tartja nagyra, hogy költőfia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért, nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor Száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell -e? hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a -e kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.